A Mi Hazánk mozgalom mélyen felháborítónak és igazságtalannak tartja a borsodnádasdi gyilkosság ügyében hozott elsőfokú ítéletet, amelynek eredményeként az elkövető szabadon elsétálhatott a bíróságról. Döbbenetesnek és beszédesnek érezzük a baloldali pártok hallgatását, az pedig egészen különleges, ahogy Száva Vincejék reagálnak erre az ítéletre, tüntetést szerveznek. Ezzel önmagában nem is lenne semmi probléma, hiszen a Mi Hazánk is felháborodott ezen a gyalázatos ítéleten. Arra ugyanakkor szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ez egy rasszista, egy nyíltan rasszista hozzáállás, ugyanis Száva Vincéjék nem tüntettek sájban a gyilkosság, illetve a gyilkos ellen, ellenben tüntetnek most, amikor az elkövető nem cigány származású. A Mi Hazánk mozgalom ezzel szemben az elkövető és a sértett származásától teljesen függetlenül minden ilyen gyilkosságot felháborítónak tart, és minden ilyen ítéletet vérlázítónak tart. Mi tehát nem teszünk különbséget származás alapján elkövetők és sértettek között, ugyanakkor megteszik ezt helyettünk Száva Vincéjék, akik csak és kizárólag ilyen esetekben háborodnak fel. A Mi Hazánk mozgalom a sájai gyilkosságot is döbbenetesnek tartja, és a borsodnádasdi gyilkosságot is. Mi egységes, egyenlő mércét alkalmazunk, szemben azzal a kettős mércével, amit Száva Vincéjék tartanak helyesnek.